Nemrég új trend kapott szárnyra a közösségi oldalakon. A 10 years challenge, azaz a 10 éves kihívásnak a lényege, hogy fényképek alapján összehasonlítják az egy évtizeden belül történt változásokat. Ebből inspirálódva a román autópálya hálózatról készítettünk egy összeállítást. Köztudott, hogy Romániában csiga tempóban épülnek az autópályák. Az infrastruktúra hiánya miatt szenved a gazdaság, és nő a régió közötti eltérés. Habár 1969-ben, ahogy ez a térkép is mutatja, az IPTANA, a kommunista rendszer útépítő cég tervei szerint 3200 kilométeres hálózat megépítését tervezték, végül azonban ebből az 1989-es forradalomig csupán 113 kilométer lett. A népszerű 10 éves kihívás alkalmából lássuk, hogyan is fejlődött az ország autópálya hálózata az elmúlt 10 évben. Így nézett ki Románia autópálya térképe 2009 elején, amikor mindössze 263 kilométernyi autópályával rendelkezett az ország, és így néz ki ma. Egy évtized alatt ez nagyon kevés, még akkor is, ha statisztikailag elmondható, hogy több mint 200%-kal, azaz 544 kilométerrel nőtt Románia autópályáinak a hossza, és ma már 807 kilométernyi autópályája van Romániának. Ez a szám 2019-ben még kevesebbnek tűnhet, hogyha a nyugati országok autópályáinak hosszához mérjük, ráadásul ezek már 10 évvel ezelőtt is léteztek. Például Ausztria 1696, Hollandia 2637, Németország 12645 és Spanyolország 13518 kilométernyi autópályával rendelkezett már 10 évvel ezelőtt. Így Románia autópálya hálózatának a fejlődése méltányosan Bulgária, Magyarország vagy Lengyelországéval mérhető össze. 2009 elején, 5 évvel az EU-hoz való csatlakozása után, Lengyelország autópálya hálózatának a hossza 1282 km volt, 10 évvel később ez meghaladta a 3600 km-t. Hasonlóképpen Bulgária 418 kilométerről 800 kilométerre növelt, míg Magyarország stráda hálózata 1113 kilométerről 1524 kilométerre nőtt 10 év alatt. Tavaly Romániában 58,4 kilométert adtak át. 2012, illetve 2013 volt az utolsó év, amikor az átadott kilométerek hossza meghaladta a 100 kilométert. A legkevesebb 2017-ben épült, amikor mindössze 15 kilométer autópályát sikerült átadni. Mire számíthatunk a jövőben? A rendelkezésünkre álló adatok alapján jelenleg 149 kilométernyi autópályán folynak munkálatok, különböző előrehaladottsági szinten, és az autópályákért felelős állami vállalat 21 kilométernyi új autópálya építésére írt alá szerződést. Az év azonban számos ígérettel kezdődött. Idén több mint 100 kilométernyi autópályát nyitnának meg a forgalomnak, és két éven belül 1000 kilométernyi autópálya lesz. Ez azonban, még ha meg is valósul, így is csak azt jelenteni, hogy Magyarország 12 évvel ezelőtti szintjét ütnénk, melynek területe Romániájénál 2,5-szer kisebb.